Sziasztok, cicások! Üdvözöllek titeket a Shelly's Dream Tenyészet YouTube csatornáján, és ebben a videóban, illetve a mai témában az egyik leggyakoribb kérdéseteket szeretném megválaszolni, amit szinte minden alkalommal, legalább a cica elvitelekor feltesztek nekem. Elsőként a macskaalom téma, amit meg is próbálok is nektek megmutatni, de megmondom őszintén, hogy ez egy 10 kilós zsák, ami elég nehéz. Viszont mi itt a tenyészetben az Aldiban megvásárolt sáh, remélem, hogy jól mondom ki, nevű almot használjuk, illetve én ezt szoktam keverni is egy másik alommal, ami egy sokkal kisebb szemcseméretű, ezért magasabb nedvszívó képességű. Ez a másik alom pedig a Fresnapban megvásárolható, Premier Excellent a neve, sokkal drágább, mint a sáv. Sáv, megmutatom nektek, hogy ő lenne az, amit mi itt használunk. Ő egy viszonylag olcsó, magas nedvszívó képességű, optimális szagmegkötő képességű és takarékos. Hát azért itt nekem 14 cicám van, úgyhogy őszinte leszek veletek. A magas nedvszívó képessége az oké. Okay. Azt aláírom, hogy valóban az. Viszont szagmegkötő képessége, hát egyáltalán nem köti meg a szagokat. Ez nagyon nagy szívfájdalmam ebben az alommal kapcsolatban, de az árérték aránya iszonyatosan jó ennek a macskaalomnak. Takarékossága, hát mondjuk egy 10-es skálán, hát adnék neki egy 5-öst. Azért nem a legtakarékosabb alom, viszont mivel nagyobb a szemcsemélete, mint a Premier Excellentnek, aminek ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis apró kőzetdarabokból áll, ezért kevésbé hordják a kis tapancsukkal szét ezt a cicát. Mondjuk ezt a alom széthordást én ezt megoldottam egy egyszerű lábtörlővel. És itt van ez a szőnyeg, amiről beszéltem, és láthatjátok, nem tudom, hogy mi a pontos neve, de láthatjátok, hogy ide bele vannak a kis kövecskék ragadva, és ezért jó, van pár szem alom, óhatatlanul is, kívül is, de a többség az ide beleragad, és nem viszi szét az egész házban, lakásban a cica. Egyébként szeretik kapargatni is, úgyhogy talán kaparószőnyegnek is kiválóan alkalmazható. Én ezt tudom nektek mindenképpen ajánlani. A Diego-ban vásárolom meg, és nem az állatáruházakban, mert a Diego-ban sokkal-sokkal olcsóbbak ezek a szőnyegek, és mindenféle méretben meg tudjátok őket vásárolni. Még az állatáruházakban ugyanez a ragacsos, én nem tudom mi a pontos neve, de ilyen ragacsos szőnyegnek hívom meg, ez egy ilyen műanyag szőnyegecske, és sokkal jobb áron meg tudjátok vásárolni ezt a Diego-ban, mint márkáruházakban, és nagyon-nagyon szeretik a cicák egyébként tényleg kaparni is, meg sokszor aludni is rajta, és tényleg szuper jó dolog az, hogy ahogy látjátok, az egész szobát, cica szobát nem teríti be a kőzet darab. A macska toalettet én vagy a Fresnapban szoktam megvásárolni, természetesen megvárom, hogy legyenek akcióban. Nagyon sokszor hirdett szuper jó akciókat az áruház, és akkor jó pár ezer forinttal olcsóbban meg tudjuk vásárolni az almostárcát. Mindenképpen a létező legnagyobb méretűt javasolnám, és ahogy láthatjátok,
igen, és ahogy láthatjátok, nem használom, leszoktam szedni, illetve fel sem teszem eleve a billenős ajtót. Én azt szeretem, hogyha nyitott az alom, de mégis zárt, tehát a teljesen nyitott almostálcákat nem kedvelem, mert amikor kapar a cica, akkor kiszemetel belőle. Ezeken a, mert itt oldalt is szokták végig, meg még felül is kaparják az almostálcát, és így, hogy végül is fedett az alom, nem tud belőle az állat annyira kiszemetelni, mint hogyha teljesen nyitott lenne az almostálca. Viszont a billenő ajtót én azért szoktam leszedni, mert sokkal egyszerűbb, tehát naponta többször takarítom, és kiveszem a kis gombócokat. Egyébként, ha már itt vagyok az almostálcánál, akkor megmutatom nektek, hogy ez a sáh, aldis alom, nem tudom, hogy mennyire jól fog látszani a videómba. Tehát lényegében teljesen jó net szívó, szép kis gombócokat képez benne a macska vizelet, úgyhogy a net szívó képességével én teljesen elégedett vagyok, és akkor csak ezt a kis gombócot szedem ki, és távolítom el az almostálból. Az egész cica WC-t már be is megy az egyik picúr, és itt leellenőrzi a munkámat. Az egész almot nem szoktam kiönteni, hanem csak a kis gombócokat távolítom el. Viszont rendszeresen, amikor már nagyon kevés van a macska alomból, akkor viszont már kiszoktam dobni, és elmosom az egész almostálat. Úgyhogy én is ezeket a dolgokat tudom nektek tanácsolni, meg azt, hogy lehetőleg ilyen nagy méretű almot vásároljatok. Megmondom őszintén, hogy engem sem a színe, sem a dizájnja nem szokott érdekelni a macskaalmoknak, annál sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy például, ha én leveszem ezt a tálatnak a tetejét, leveszem ezt a tetőt, akkor így már sokkal jobban látjátok az almon, hogy ez ilyen mély, öblös. Ebben nagyon szuperul elfér 10 kiló, tehát egy zsák alom, úgyhogy én tényleg ezeket az öblösebb kivitelezést kedvelem, mert vannak ilyen nagyon keskeny, mély, illetve magasságú almok, és abban nem fér el annyi alom, mint az ilyen mélyebbekbe. Úgyhogy én ezt tudnám javasolni. Ezeket szerintem meg is lehet webáruházban is jobb áron vásárolni. Úgyhogy hajrá! Köszönöm a figyelmet, és hogyha tetszett a videónk, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!